Lehet-e Magyarországnak tiszta és őszinte hangja az Európai Parlamentben? És milyen alternatíva épülhet tovább Magyarországon a NER-rel szemben? Vona Gábor szerint ez a tétje a júniusi EP választásnak. A második reformkor párt elnöke szerint június 9-én meg lehet tenni az első lépést a második reformkor felé. Vendégünk Vona Gábor. Jó, hogy itt az utolsó képen egy kis rász próbálta betuszakolni a borítékot a szavazóurnában, mert hogy a fiatalokról beszélgetnék én Vona Gáborra. Jó estét kívánok! Jó estét! Mert hogy a második reformkornak volt egy nagy gyűlése, nem tudom, hivatalosan hogyan nevezik, amely évadnyitón azt mondta, hogy adjuk vissza Magyarországot a fiataloknak. Ez egy ambiciózus terv. Hogyan képzeli? Hát sok tennivaló van vele. Ez igazából egy célkitűzés, és úgy gondoljuk, hogy a fiatalok életkezdésének a segítésével lehet ezért a legtöbbet tenni. Hogy mondjak pár számot, csak hogy indokoljam a nézők számára, hogy miért kiáltottuk bele ezt, úgymond a magyar közéletbe, ezt a mondatot, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak. Minden hatodik gyermek ma külföldön születik, tehát nagyon sok fiatal elvándorolt már, ezt szerintem tudjuk, de akik itt vannak Magyarországon, itt születtek és még itt is vannak, azokból 100-ból 6 olyan fiatal van ma Magyarországon, aki biztosan tudja azt, vagy biztosan válaszolja azt, hogy ő Magyarországon szeretne élni. 6. Tehát itt valami nagyon-nagyon nagy baj van. Én azt gondolom, nagyon fontos célkitűzés, hogy minél több gyermek szülessen, de nem ez az igazi demográfiai katasztrófa, vagy nem ez az igazi demográfiai bomba, amin csücsülünk, hanem az, hogy az most itt lévő fiatalok sem Magyarországon képzelik el a jövőjüket. Lényegében van egy politikai konszenzus, egy politikai koalíció a kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt között, hogy a politika az idősekről szóljon. Erről szól. Ez lehet, hogy sértő, vagy provokatív, vagy bántó az idős nézők számára, de beszélnek a fiatalokkal, és kérdezzék meg, hogy érzik-e azt ma Magyarországon a fiatalok, hogy a politika róluk is szól, hogy ez az ország az övék is. Én azt látom, hogy Magyarországon egy fiatal ide született, ezt a nyelvet beszéli, ezt a kultúrát ismeri, szereti a hazáját, de nem érzi azt, hogy ez az otthona. És szeretnénk mi az a párt lenni, amelyik visszaadja az otthonát a fiataloknak, amelyik azt mondja, hogy ebben az országban még van neked távlat, lehet neked távlat. És már nem is arról beszélek, hogy hívjuk haza azokat, akik külföldre mentek, mert egy nagy részük soha nem fog hazajönni, ezt is sajnos ki kell jelenteni, inkább arra kellene törekedni, hogy olyan diaszpóra politikát tudjunk építeni, amivel ők is megőrizhetőek a nemzet vérkeringésének. Amiről mi beszélünk, hogy akik itt vannak, azoknak az életkezdését, a családalapítását, a vállalkozását, a munkai körülményeit tegyük olyanná, hogy úgy érezze, hogy ez az ő otthona. De az a generáció, amiről most beszélünk, az mondjuk a Z, vagy már az alfa generáció, az a próbálok, nekem a fiam nagyjából Z-generációs, és próbálok az ő fejükkel gondolkodni. Egy olyan világba születtek bele, ahol mindig azt hallják, hogy ennek a világnak vége. Itt migráció van, itt ökológiai válság van, itt háborúk vannak, itt ennek a világnak vége, és ha ez nem lenne elég baj, mert ez egy globális probléma, még itthon is azt érzik, hogy a politikának ők nem fontosak. És itt hadd tegyek még egy zárójelet. Nem azért foglalkozik szerintem a kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt, a DK, az idősekkel ennyit, mert annyira fontos neki, hogy az időseknek jó legyen, hanem pusztán csak azért, mert az idősek vannak többen. Meg azért, mert csak elmennek szavazni. És rájuk lehet építeni. Szavazni. Igen. Na jó, csak kell végre egy olyan politikai üzenet, egy olyan politikai közösség, amelyik fölvállalja azt, hogy nem a többség, nem a mennyiség számít neki. Mi tudjuk azt, hogy a fiatalok kevesebben vannak, kevesebben mennek el szavazni, sokan külföldön vannak, nem is tudnak. Tehát ilyen értelemben politológiailag, amit én most mondok, azt nyugodtan mondhatjuk politikai öngyilkosság. Nem egy sikerrecept. Na de a Momentum is erre utazottam. Tehát a Momentum is azt mondta, hogy a fiatalokat képviselő, a fiatalok pártja, a fiatalok alapították, majd jönnek a fiatalok, és megrekedtek ezen az 5-7%-on. Nem jöttek többen a fiatalok. És nem is lettek végül is a fiatalok pártja. Én pontosan ennek az utolsó mondatba kapaszkodnék bele. Tehát én nem érzem azt, hogy Momentum ezt a fajta generációs párt jelleget meg tudta volna őrizni. Én második mondom, reformkor generációs párt lesz? Nem, hanem azt üzenjük, hogy az országot adjuk vissza a fiataloknak, vagyis, hogyha mondjuk szociológiailag nézzük, hogy a 35 év alattiakat szokták a fiatalok közé sorolni. Ezt mi egy olyan generációnak tartjuk, amelynek nincs politikai képviselete, de ebbe a politikai munkába nem csak őket szólítjuk, hanem én nem vagyok már 35 év alatti sajnos, hanem az aktívakat, a középkorosztályt is, és az időseket is. Ugyanis amikor azt mondjuk, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak, amikor azt mondjuk, hogy a fiataloké ne a jövő legyen, hanem a jelen,
amikor azt mondjuk, hogy Magyarország legyen az otthona is a magyar fiataloknak, akkor egyúttal, és hogy segítsük mondjuk a lakáshoz jutását a fiataloknak. És ne csak ilyen, olyan lépésekkel, mint amit a kormány tesz, hogy segítek egy egységgel, de közben a lakására 3 egységgel növekszik, hanem legyen ez a kormányzati politika fókuszában, akkor mit teszünk egyúttal? Egyúttal a szülők egyik legkomolyabb, legsúlyosabb szorongását vagy problémáját vesszük le a vállukról. És azt mondja a kormány, vagy a remélhetőleg majd egy leendő kormány, hogy melletted vagyok. Tehát megszólítom a szülőket, és azt mondom nekik, hogy ne félj, segítek neked abban, hogy a gyermekedet el tud indítani. Ami neked sikerült. Hát régebben azt mondtuk, hogy egy szülői segítséggel talán egy gyermek lakáshoz tud jutni. Ma már ott tartunk, hogy szülői segítséggel sem tud. És az idősekről is egy pár szót, hogy mondjak. Szerintem nem, senki nem úgy képzeli el a nyugdíjas éveit, hogy Skype-on beszél az unokájával. Pedig ez a magyar ez valóság. Amikor visszaadjuk az országot a fiataloknak, akkor egyúttal szeretnénk visszaadni az unokákat a nagyszülőknek. Ez egy európai parlamenti választáson mennyire tud domináns üzenet lenni? Mikor másról szól az európai parlamenti választás látszólag? Nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon köszönöm tényleg. Ugyanis azon külön, hogy az egy politikai üzenet, azt mondjuk, hogy van két ügy szerintünk, a fiatalok életkezdése és az egészségügyi prevenció, amelyet mi olyan kiemelt fontosságú ügynek tekintünk, hogy az Európai Parlamentben azt a célt tűztük ki, hogy a kohéziós politikát egy gyökeres reform alá vegyük, mert az elmúlt 20 év tapasztalata az, hogy a kohéziós politika megbukott. Nem tudott Magyarország, nem csak Magyarország, mint az egész régió nem tudott felzárkózni. Vasbetonba öntjük az Európai Uniós forrásokat. És mi azt mondjuk, hogy a humán tőkébe kell. Tehát mi azért megyünk az Európai Parlamentbe, ehhez kérünk felhatalmazást majd a választóktól június 9-én, hogy adjanak nekünk támogatást ahhoz, hogy az Európai Uniót meggyőzzük arról, hogyha nem akarják azt, hogy a NER újra termelje magát, hogy Orbán Viktor maradjon, vagy egy újabb Orbán Viktor jöjjön, akkor adjanak lehetőséget Magyarországnak arra, hogy a humán tőkébe Európai Uniós forrásokat öntsön, fordítson, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy Magyarországot az otthonuknak érezzék. Én azt hiszem, hogy ha nem úgy állunk az Európai Unióhoz, ahogy a jelenlegi kormány, akkor az Európai Unió meggyőzhető. Tehát én nem hiszem, hogy ezben a stílusban kell az Európai Unióval politizálni, nyilván ahogy a kormány most. Én hiszek abban, hogy az Európai Unió többi tagállamában is problémát jelent a fiatalok. Nem hiszek, ezt tudom azt, hogy ott is problémát jelent a fiataloknak az életkezdése, tehát ezt európai ügyé tehető, úgyhogy így kapcsolódik az európai parlamenti választáshoz. Ön nem megy az Európai Unióba, ha úgy alakul, sem. Nem. Tehát nem ön a listavezető, ez eléggé szokatlan most a pártok. A listavezető én vagyok, csak nem én vagyok az, aki... Tehát ön lesz a listavezető? A listavezető az én vagyok. És kit küld maga helyett, hogyha úgy alakul? Pekárné Farkas MSZP-nek. Róla mit lehet tudni? Hát róla azt lehet tudni, hogy most nyilván én elfogult vagyok, és mindenki dicséri úgymond a saját jelöltjeit, de hogy én még ennyire tehetséges fiatal politikus jelöltel nem dolgoztam együtt, mint ő. Londonban tanult, Fazekas gimnáziumban végzett, tehát diplomácia területén dolgozott, és én azt gondolom, hogy azt a fajta fiatal lendületet tudja behozni a magyar politikába, és a saját, hogy mondjam, generációs helyzete által hitelesen, amiről itt az elmúlt percekben beszéltünk. Fel kell őt építeni a választásra, vagy elég, hogy Vona Gábor ott van a lista élén? Ó, hát föl kell, és hát én amit csak tudok, megteszek, hogyha valaki követi a mi munkánkat, rendezvényeinket, akkor folyamatosan azt látja, hogy ott van mellettem, és én segítem őt abban, hogy 2024. június 9-e este Magyarország egyik európai parlamenti képviselője legyen. Ezekre a rendezvényekre kik járnak? A régi jobbikosok, az új reformkor hívek, Vona Gábor rajongók, kik járnak? 80-90%-ban fiatalok. És ez azért fontos és azért jó érzés nekünk, mert úgy tűnik, hogy amit mondunk, vagy amit képviselünk, azt a célszemélyek azt értik. Nagyon jó érzés azt látni, hogy a közösségi esteinken, a lakossági fórumainkon olyan fiatalok jönnek el, akik egyébként a politikából vagy a politikai pártokból már kiábrándultak. De most úgy vannak, hogy talán adnak még maguknak és a politikának egy esélyt. Ebből a szempontból ugye említettük a Momentumot, mint egy a legfrissebben megjelent parlamenti pártot. Mennyire rossz vagy jó előkép az, hogy egyrészt fel lehet építeni egy fiatal pártot, másrészt, hogy lám csak ettől még nem változik semmi? Én nem érzem a Momentumot a mi előképünknek, vagy nem is vesszük mintának a Momentumot, és nem is olyan szeretünk más pártokkal foglalkozni. Ugyanis mi egy olyan üzenettel jöttünk a magyar közéletbe, hogy
ügyekkel szeretnénk foglalkozni, ideológiák felett, és az, amit mi úgymond ideológia helyett ajánlunk, az a reformkoriság, mi ezt a nevet adtuk neki, vagyis azt mondjuk, hogy minden ideológiában vannak értékek, vannak pozitívumok, de az ügyek megoldásához nem lehet csak szocialista, csak liberális, vagy csak konzervatív szempontból közelíteni. Egyszerűen a 21. században, különösen ez a jobbal megoldás, ez a jobbal megosztottság, ez megdőlt. Mi a reformkorból azt a tanulságot vontuk le, hogy akkor lehet ezt az országot dinamizálni, és akkor lehet sikeres időszakot találni, hogyha ügyeket találunk, megtaláljuk a korszak ügyeit. Hát ügy, és ez a korszak ezzel eléggé gazdag, bőségesen akad. Volna Gábor, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, de hát már nincs egy óra, hogy kezdődik az egyenes beszéd, akkor is számítok majd önökre 19:25-kor, addig pedig Tóth Gézával jön majd mindjárt a híradó.